Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, ismét 20 érdekességet hoztam nektek, mégpedig a Vissza a jövőbe című filmről. Annak idején egyáltalán nem volt egy egyszerű dolog az amerikai elnök nevével viccelődni. Az alkotók külön engedélyt kértek Ronald Reagantől, hogy használhassák a nevét egy viccben. Az elnök később elismerte, hogy nagyon tetszett neki a film. Sőt, egy 1986-os beszédjében használta is a film ikonikus mondatát, ahová mi megyünk, ott nincs szükség utakra. A producerek az elejétől kezdve Michael J. Foxot szerették volna a főszerepre. Sajnos azonban ekkor a családi kötelékeket forgatta, és nem engedték el. Ezután szerződtették Eric Stoltzot, több jelenetet rögzítettek vele, de a rendező nem igazán volt elégedett. Kicsit később mégiscsak lehetőség volt arra, hogy Michael J. Foxot szerződtessék, alá is írt, és ezek után elbocsátották Eric Stoltzot. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Vissza a jövőbe forgatókönyve az egyik legnagyobb hollywoodi teljesítmény, ennek ellenére 40-szer kellett átírni, mire a producerek rábólintottak. A film hatalmas siker lett nagy rajongótáborral. Ennek is volt köszönhető, hogy a mozi bemutatója után DeLorean küldött egy köszönő levelet Robert Zemeckisnek és Bob Gale-nek, hogy használták az autóját. Christopher Lloyd, amikor megkapta a forgatókönyvet, nagyon tetszett neki és jelezte az alkotóknak, hogy milyen jó ötlet lenne, hogyha a két főszereplő visszatérne az ókori Rómába. Később Zemeckis egy interjúban elismerte, hogy valóban jó volt Christopher Lloyd felvetése, de két dolog nem tette lehetővé, a sztori, illetve a költségvetés. Nyilván azt nagyon sokan tudják, hogy a második rész eleje tulajdonképpen az első rész vége. Talán az egy kicsit kevesebb embernek tűnt fel, hogy a második fejezetben nem ugyanaz a színésznő játssza Jennifert, mint az első részben. Nos, ennek az volt az oka, hogy a színésznőnek megbetegedett az édesanyja, és nem tudta elvállalni a folytatást, ezért ugrott be a helyére Elizabeth Shue. A filmet először a tesztközönségnek speciális effektek nélkül vetítették le. Később Robert Zemeckis úgy nyilatkozott, hogy ennél a vetítésnél az volt számára igazán zavaró, hogy a film végén a DeLorean effektek nélkül repült el, és meglehetősen murissan nézett ki. Ami azonban igazán érdekes, hogy a mozi végén a tesztközönség ennek ellenére felállva tapsolt. A Vissza a jövőbe sikere után DeLorean piacra dobott egy kitkészletet, melynek segítségével bárki a saját DeLoreanját olyanná alakíthatta külsőleg, mint ahogy az időgépet láthatjuk a filmben. A filmnek van néhány jelenete, amikor Christopher Lloydot úgy láthatjuk, mintha pupos lenne. Természetesen a színész ezt a tartást direkt alkalmazta, mert megkérte rá a rendező. Ugyanis a direktor szerette volna, hogyha nem látszik annyira, hogy Michael J. Fox mennyivel alacsonyabb, mint Christopher Lloyd. Michael J. Fox nevében a J betű praktikussági okokból szerepel. Ugyanis a színész katalógusban ugyanazon a néven nem szerepelhet több színész is. Mivel az 50-es években volt már egy Michael Fox nevű színész, ezért Michael J. Fox elhelyezte a J betűt a nevében, hogy szerepelhessen a katalógusban. Bob Gale egy interjúban elárulta, hogy a film alapötlete akkor pattant ki a fejéből, amikor szülei régi évkönyveit nézegette. Azon kezdett el gondolkodni, hogy vajon az apjával barátok lettek volna-e, vagy utálták volna-e egymást. Bob Gale és Robert Zemeckis, amikor elkészültek a forgatókönyvvel, elkezdtek házalni. Először a Disneyhez mentek, akik azonnal visszautasították őket. A döntést azzal indokolták, hogy ők nem producerelhetnek egy olyan filmet, ahol egyáltalán felmerül a lehetőség, hogy egy anya beleszeret a saját fiába. Egész egyszerűen túl provokatívnak tartották a forgatókönyvet. Utána az útjuk a Warnerhez vezetett, akik szintén visszautasították őket, mégpedig azzal az indokkal, hogy nem elég provokatív a forgatókönyv. Azt az indoklást kapták, hogy a 80-as évek vígjátékai sokkal komolyabb kérdéseket feszegetnek, és több bennük a meztelenség. Sokan arról pletykáltak, hogy Michael J. Foxnak meg kellett tanulnia gördeszkáznia a film kedvéért. Nos, az igazság az, hogy ő egészen jól gördeszkázott eleve, de bizonyos jelenetek felvételéhez így is kaszkadőrt alkalmaztak. A film eseményei 1985. október 26-án indulnak. Ez a dátum a bemutató után volt, így aki premierkor látta a filmet, az tulajdonképpen egy jövőben játszódó mozit láthatott.
Több dolgot is megváltoztattak az eredeti forgatókönyvhöz képest. Először is talán ami a legfontosabb, hogy az alapforgatókönyvben az időgép nem egy autó volt, hanem egy doboz egy szobában. Aztán megváltoztatták Márti nevét, Márti anyjának nevét, sőt a Doki nevét is. Ebben a script változatban a Dokinak egy majma volt, nem pedig kutyája. A film elején láthatjuk a Doki garázsát. Nos, ezt egy Burger King parkolójában állították fel. Maga a Burger King látszik is akkor, amikor Márti elhagyja a garást. De az alkotók és a Burger King nem kötöttek egymással reklámszerződést, egész egyszerűen megállapodtak abban, hogy engedik, hogy használják a parkolót, a filmben pedig mutatják az éttermet. Lia Thompson eredetileg azért kapta meg a szerepet, mert annak idején kiváló partnere volt Eric Stoltznak a Szabadnak születtek című filmben. Annak ellenére, hogy Stoltzot kirúgták a filmből, tőle nem váltak meg. Biff Tannen neve onnan származik, hogy a Universalnak volt egy Tannen nevű igazgatója. Annak idején ez az igazgató Robert Zemeckis és Bob Gale egy forgatókönyvét kidobta, mert úgy érezte, hogy túl antiszemita. Megfigyelhetjük, hogy a filmben Marty többször is Pepsit iszik. Sokan arra tippelnek, hogy ez direkt történt, ugyanis annak idején Michael J. Fox volt a Pepsi egyik reklámarca. Az alkotók később elismerték, hogy részükről nem direkt reklámról volt szó. Persze az egy másik kérdés, hogy mennyire volt szó szándékosságról Michael J. Fox részéről. Ha megnézzük a filmet, a végén láthatjuk, hogy kiírják, hogy folytatjuk. Eredetileg ez a felirat a mozi változatban nem szerepelt, a VHS megjelenésekor adták hozzá. Ami igazán érdekes, hogy nem azért, mert már készült a folytatás, hanem az alkotók egyszerűen egy poénnak szánták. Az eredeti forgatókönyv szerint a film befejezése teljesen más lett volna. A múltban a rock'n'roll miatt kitört volna egy lázadás, Márti pedig közli a Dokival, hogy az időgéphez a titkos alapanyag a kóla. A legvégén Márti egy alternatív 1985-be tért volna vissza, ahol az ég tele lett volna repülő autókkal, melyeket kóla hajt. A lázadás miatt a rock'n'roll nem terjed el, ezért Márti 1985-ben kezdte volna el népszerűsíteni. Hát ennyi érdekességet sikerült összegyűjteni a Vissza a jövőbe című filmről, remélem tetszett, ha tetszett kérlek nyomj egy lájkot. A videó alatt a leírásban megtalálod a csatorna Patreon oldalának linkjét, ahol lehetőség van a támogatásra. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!